Rémkösség Bács-Kiskun megye egy kis zsák települése, ahol összesen 1350 ember él. Közös összefogással indultak a Domestos pályázatán, melynek célja az egészségesebb környezet kialakítása a kis települések iskoláiban. A rímiek sikerének eredményeként újították meg az itteni intézmény mellékhelységeit, így ahogy a gyerekek is fogalmaztak, nem lesz többé büdi a budi. A Domestos márka küldetése a rossz higiéniai körülmények ellen való küzdelem. A másik, ami már egy picit jobban lokális, és nem csak egy globális megközelítés, az a mi részünkről az inkább az, hogy a jövőbe tudunk fektetni ezzel, hogy a gyerekeknek a körülményeit tudjuk javítani. A Domestos iskola mozsó felújítási programunk az a társadalmi felelősségvállalásnak egy olyan formája, ahol mi kifejezetten a higiéniai körülményeket szeretnénk javítani, azzal, hogy hátrányos településeken, illetve kis településeken az iskolai mozsókat újítjuk fel, ahol erre az elkövetkezendő 2-3 évben előreláthatólag nincsen lehetőség. A programunkat 2015-ben indítottuk, azóta 22 iskolának a mozsóit sikerült felújítanunk, az idei évben 2019-ben 3 iskolának a mozsóit sikerült felújítani. Ez a programunk nem csak a mi támogatásunkkal jön létre, mi éves szinten körülbelül 12-18 millió forint közötti összeggel támogatjuk a felújításokat, de fontos kiemelni, hogy a nagyon sok partner csatlakozott a programunkat, ennek köszönhetően lehetséges az, hogy minél több iskolába eljussunk. Mert mi is látjuk, hogy a mi pénzünk az már nem feltétlenül elég, de a partner támogatásokkal közel duplázni tudjuk a beruházási értékeket. A rímiek azt tartják, ha nincs ez a program, a mai napig nem tudtak volna ilyen körülményeket biztosítani a gyerekeknek. Sajnos a vizelzárók és az egyéb dolgok már elavultak, rossz minőségűek voltak, azért a gyerekeknek a komfortérzete és az egészségnevelésnek nagyon fontos része az, hogy megtanítsuk őket a higiénikus életmódra, hogy úgy tudják használni a mosdókat, ahogyan az a 21. században már elvárás. Két hete használják a mosdókat, nem régen készült el, és hihetetlen módon vigyáznak rá.